Napok óta 33 fok körül mozog a hőmérséklet vidékünkön, és az előrejelzések szerint csökkenni nem is fog a következő napokban sem. Az emberek többsége, ha csak teheti, vízpart vagy legalábbis víz mellett tölti szabad idejét. A nagy hőségben az emberek a Palicsi-tó partjára is kijönnek hűsölni, sőt akár fürdeni is. Bár a tóvize még mindig nem a legtisztább, ettől eltekintenek a nagy kánikulában. Dolazimo inače svaki dan jer uživamo, prvo što volimo Palića, i zbog kupanja malo krenuli smo sa sezonom. Nije baš nešto čisto, ali imamo tuše. Aki nem Palicson hűsöl, az a szabadkai sétaerdei medencét választja. A pancsolók többsége elégedetten húzkál, élvezik a napsütést és a hűvös vizet. Az lenni, szuper! Vannak azonban, akik a strandolás helyett otthon szeretnek csobbanni. Felállítottuk az udvarba a kerti medencét, és abba igyekszünk egy kis hűséget találni. Azok, akiknek fürdőzésre nincs lehetőségük, és medencét sem állítanak az udvarukba, otthonukba húzódva, különböző praktikákat bevetve próbálják átvészelni a hűséget. Szoktunk ásványvizet lehűteni, azt jobban szokott, azt nem. Üdítőt az nem, az cukrosakat nem, kerüljük, és akkor így átvészeljük. Még az a szerencsénk, hogy hát a lakásban, a szuterénben elég hűvös van. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a rendkívül meleg időjárás káros az egészségünkre. Azt javasolják, fogyasszunk minél több folyadékot, és ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között.